Folytassuk Istenünk magasztalását a megkezdett 165-ös számú további versének elénekésével, 165-ös számú dicséret, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik verset, mind a hat verset megkérjük. És megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, úgy, amint írva található János írása szerinti evangélium második fejezetének első 12 versében. János evangéliumának második fejezetéből az első verstől kezdődően így szól Istenünk szava. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában,
és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te reád asszony? Nem jött még el az én órám. Anya így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkben fogadásán és megtartásán, hogy megteremhessük áldott és jó gyümölcseit, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Álljuk és magasztaljuk szent nevedet, mennybéli jó atyánk, ki teremtettél bennünket a föld porából, és aki megtartottál minket erre a mai napra is. Köszönjük, Urunk, hogy segítettél eljutni ide gyülekezeti otthonunkba, hogy halljuk a Te igédet, és gyülekezeti tagokkal, testvéreinkkel együtt áthassuk szent nevedet. Urunk, megvalljuk színed előtt, hogy sok terhet hordozunk magunkban, sok erőtlenségünk van, amely miatt lehet vétkeztünk. Erőtlenek vagyunk, Urunk, ezért kérünk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg minden vétkünket. És Te áldássá számunkra a mai igét, hogy Krisztus képmására formálódhassunk. Hálatelt szívvel érkeztünk ma, Urunk, színed elé, hiszen az év első vasárnapján is veled lehetünk. Figyelhetünk a Te szavadra, erőt meríthetünk igédből. Tedd, Urunk, áldássá a mai Isten tiszteletet, és adunk, hogy egész évben rád figyelve a Te akaratod szerint formálódjunk. Kérünk, szent lelkeddel, légy közöttünk, Jézus nevéért. Készüljünk az ige hallgatására és befogadására ének szóval. A 134. számú dicséret első versét énekeljük. A 134. Zsoltár első versét. A 134. Zsoltár így kezdődik. Úrnak szolgálj mindnyájan, áldjátok az Urat mindan. Található az igét felolvasott ige szakaszban, János evangéliumának 2. fejezetének 1. 12 versében, melyhez hozzáolvasom a Zsoltárok könyvének 100. fejezetét, amely így szól. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Foglaljuk el a helyet.
Jelen korunkban édesanyával és a nővéremmel mi sokszor mentünk a Kálvin téri református templomba Isten tiszteletre, ahol abban az időben Molnár Miklós és Kenész Ferenc volt a lelki pásztor, emlékszem, mindig tele volt a templom. Volt egy szokás ebben a gyülekezetben, mert még ma is van, hogy gyülekezeti tagok állnak ki a kijárathoz, amikor vége az Isten tiszteletnek, egy-egy kis forrott kosárkával a kezükbe is, abba gyűjtik a távozó hívektől a persely adományokat. Olyan érdekes, hogy számomra ez a kép, ez megmaradt. Ahogyan idős bácsi állnak ott a templom kijáratánál, kezükben a kis kosárkával, és búcsúznak a hívektől, és gyűjtik az adományokat. Gyerekként én nem láttam más, csak azt, hogy itt vannak idős bácsi, gyülekezeti tagok, akiknek ez a feladatuk. Akkor én még azt nem tudtam, hogy ez nem feladat, hanem egy szolgálat. Hogy azok az emberek, akik ott álltak, legyen szó akár akadémikusról, egyetemi tanárról, vagy egyszerű kétkezi munkásról, ezek az emberek, ezek a gyülekezeti tagok Isten dicsőségért végzett szolgálatból álltak ott a templom kapuban, és köszöntek el a hívektől, fogadták az adományokat. Érdekes, hogy az nem maradt meg bennem, hogy ki prédikált egy-egy ilyen vasárnapon, vagy hogy miről szólt az ige hirdetés, de ez a személyes kontaktus ott a kijáratnál, az a presbiterrel, vagy egyszerű gyülekezeti taggal, ez megmaradt. Egy egyszerű, jelentéktelennek tűnő szolgálat, amely végig kíséri az én életemet, és eszembe jut róla mindig a Kálvin téri istentisztelet. Mindezt azért mondtam el, mert ahogy a testvérek is tudják, tapasztalják, megélik, a mi keresztény hitünknek, Istenhez való tartozásunknak egyik alappillérje a szolgálatvégzés. Az, hogy mi szolgálunk. Nem saját magunkért, nem a saját érdekünkért, hanem Isten helyez bennünket szolgálatban, ilyen és olyan feladatok elvégzésére, amelyekkel az Úr nevének dicsőségét hirdetjük, és amelyekkel segítünk másoknak hitükben megerősödni, segítünk másoknak megismerni Krisztust. Amit a gyülekezetünk az elmúlt 8 évben elért, gondoljuk akár az anyagi javakra, vagy akár a lelki javakra is, ezekben mind nagyon fontos szerepe volt az egyéni önzetlen szolgálatvégzésnek. Ha nem szolgáltunk volna az elmúlt 8 évben az Úr dicsőségére, önzetlenül, engedve a Szentlélek vezetésének, akkor most nem tartana itt a gyülekezetünk, ahol tart. Nem önmagunkért végezzük ezeket a szolgálatokat. Nem is azért, hogy emberektől dicséretet kapjunk, hanem az Úrnak engedelmeskedünk. És ezért immár 6. éve, minden évet azzal kezdünk, hogy megálljuk gyülekezetünk szolgálóit, hogy az előttünk álló új esztendő is, jelen esetben a 2019-es esztendőben is az Úrra figyelve tudjuk elvégezni a szolgálatunkat, amiket ránk bír az Úr. Kezdve a legapróbb, legjelentéktelennek tűrő szolgálattól, egészen esetleg egy nagyon méretű szolgálatig. A szolgálataink forrása Krisztus. Krisztus bízott meg ezzel bennünket a misszió parancsban, amikor azt mondja, menjetek el, és tegyetek tanítványokká népeket. Ez a szolgálatunknak a része, a tanítványátétel, a misszió. Krisztusból merítünk erőt, és a szolgálatvégzésünkkel Krisztusra mutatunk. Krisztusban gyökerezik a mi szolgálatvégzésünk, és Krisztusról teszünk bizonyságot. A mai alapigénkben a kánai menyegző történő eseményekben, csodatételben, és ennek lehetünk tanulni. Ahogyan Krisztus önmagából merítve csodát tesz, de ugyanakkor a saját kereszt halálára, a bűnös emberiség megváltására utal a csodatétellel, és ezáltal erősíti a hitüket a tanítványoknak, azoknak a tanítványoknak, akik alig néhány napja ismerik csak Jézus Krisztust. Azok, akik nyomon követik az egyházi év ünnepnapjait, tudják jól, hogy a mai nap, január 6-a Epifánia időszakának a kezdete. Karácsonyi ünnepkör záró időszakába érkeztünk el, amely egészen húshagyó keddig tart. Epifánia a
Jézus megjelenéséről szól. Amikor Jézus először nyíltan tanít, csodát tesz, megjelenik a tanítványa és a sokasság előtt, felfedi az ő küldetését. És ennek lehetünk tanulni itt a kánai mennyegzőben is. Arról olvastunk, hogy Galileai Kánában esküvő van, ahol ott van Jézus édesanyja és Mária is. És Jézus Isten a tanítványa és meghívást kaptak erre az alkalomra. Valamilyen emberi mulasztás miatt viszont elfogyott a bor. Ami elég kellemetlen lehetett az ifjú pár számára, vagy egyáltalán maga az esküvő számára. És Mária észreveszi ezt, hogy elfogyott a bor, és szól Jézusnak. Jézus pedig azt válaszolja neki, vajon én rám tartozik ez? Vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Hogy megértsük a mai igénk üzenetét, azt, hogy Jézus milyen példát ad, és mire tanít bennünket a szolgálat végzésünk kapcsán, ahhoz meg kell értenünk azt is, hogy itt most miről van szó. Mert valljuk be őszintén, amikor olvassuk ezt az ige szakaszt, az, hogy Jézus csodát tesz, a vizet borrá változtatja, azt még úgy nagyjából könnyen meg lehet érteni, de most Jézus arról beszél, hogy ez nem tartozik rá. És hogy még nem jött el az ő órája. Mire gondol itt Jézus? Az egyik pillanatban azt mondja, nem tartozik rá, és nincs itt az ő órája, a másik pillanatban meg már csodát tesz. A vizet borrá változtatja. Tisztázni kell ezt a kérdést. És ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézus miért mondja azt, hogy nem jött el az órája, ahhoz tovább kell lapoznunk a Szentírásban. János evangéliumának a végé felé kell lapoznunk, Jézus küldetésének a vége felé. Ugyanis a Getsemáné kertben, amikor imádkozik az Atyához, amikor háromszor kéri a tanítványokat, hogy virasszanak veled, azok újra és újra elaludnak, akkor Jézus azzal kezdte az imáját, elérkezett az óra. Eljött az óra. És itt összekapcsolódik Jézus küldetésének végpontja a kezdeti ponttal itt a kánai mennyegzővel. Mert így fogjuk megérteni azt, hogy amikor Jézus azt mondja, nem jött el az órám, akkor ő nem a csodatételre gondol. Jézus küldetése ugyanis nem az, legfontosabb feladata neki nem az, hogy betegeket gyógyítson, hogy vakuknak adja vissza a szemevilágát, hogy a teremtett világ, amit tönkretett az ember a vizet, az helyreállítsa, vagy jelen esetben egy rosszul tervezett esküvőn a vizet borrá változtassa. Neki nem ez a fő küldetése. Az ő fő küldetése az, hogy megváltson bennünket az ő vére által. És ennek jött el az órája ott a Getsemáné kertben, amikor imádkozik. És ennek nincs még itt az órája a kánai mennyegzőnél. Tehát Jézus, amikor azt mondja, nem jött el még az óra, akkor nem a csodatétel órájára gondol, hanem a lelkek megváltásának órájára. Ő még a küldetése elején van. Ő még alig ismerik a tanítványok. Még nincs itt az óra, hiszen megváltó küldetésének legelején tart. De a Getsemáné kertben már eljött az óra. Az alkalmas idő tehát nem a csodatételre vonatkozik, és ezért is olvashatjuk azt, hogy utána csodát tesz. Ezt mindenképp tisztázni kell ahhoz, hogy megértsük Jézusnak a csodatételét, hogy a vizet borrá változtatja. Mert Jézusnak van szeme a mi nyomorúságunkra is. Ő alapvetően nem azért jött, hogy ne legyünk soha betegek, hogy ne legyenek kihívások az életünkben, hogy ne legyenek akadályok, amiket le kell küzdeni, hogy ne legyenek próbatételek, akár a gyász, akár a betegség, bármilyen próbatétel az életünkben. Nem azért jött, hogy nekünk egy rózsaszín felhőben úszó tökéletes életet adjon itt a Földön. Ő azért jött, hogy megváltson a bűneinkből. De Jézusnak van szeme a nyomorúságainkat meglátni. Van szeme meglátni a mi hiányosságainkat, és ezért is olvashatjuk azt, hogy csodát tesz itt Kánában. Egy jelentéktelennek tűnő csodát. A vizet borrá változtatja. Hát nem lett volna mindegy azon az esküvőn, hogy most van elég bor, vagy nincsen. Hát milyen dolog az, hogy most nem tud a násznép még többet inni. Keresztjénként, ha egy kicsit ezt úgy forgatjuk magunkban bizony, lehet bennünk feszültség, hogy most Jézus még több bort ad ennek a násznépnek, hogy még többet igyanak. Feszültség van.
De nem a boron van a hangsúly. Ezt kell meglátni. Nem a csodatétel minőségén, mennyiségén van a hangsúly, hanem azon, hogy Jézus meglátja a mi nyomorúságunkat. Hogy van szeme, hogy van figyelme, hogy érdemtelenül megajándékoz bennünket szükségleteinkkel, akár a testi szükségleteinkkel is. Hányszor éljük ezt meg, testvéreim? Hányszor éljük meg azt, hogy valami nagyon hiányzik, valamire nagyon szükségünk lenne, anélkül is menne az életünk tovább, anélkül is boldogan tudnánk élni, de mégis megkapjuk. Mert szeret minket az Úr. És erről kapunk bizonyságot ott, a kánai mennyegzőnél is, hogy az Úr szereti azokat, akik meghívták magukhoz, akik vágytak arra, hogy Jézus is velük legyen életük hajnalán, közös életük hajnalán. Nem a csoda számít, nem a csoda mennyisége és minősége számít. Egészen jelentéktelen dolgokban is ott munkálkodik az Úr. És most a mi szolgálatunkra, ha figyelünk, akkor abban is megláthatjuk, hogy bizony a mi életünkben is vannak olyan szolgálatok, amik egészen jelentéktelennek tűnnek. De nem ez számít. Nem az számít, hogy valaki ott áll a templom kapuval, kis kosárkával, hanem az, hogy mi van itt belül neki. Hogy ő krisztusi szeretettel tudott elköszönni a távozó hívektől. Olyan szeretettel, hogy még én is emlékszem rá 30 év távlatában. Azt számít, hogy itt belül mi van. Hogy a krisztusi indulat, lelkület legyen bennünk, amikor szolgálatot végzünk. Ma, amikor érkeztünk ide a gyülekezeti terembe, két kedves testvérünk csokival vár bennünket. Milyen kis jelentéktelennek tűnő szolgálat ez. Az Úr indította őket erre is. És nem azt számít, hogy most csokit kapok, hogy mekkora az a csoki, hogy milyen ízű, hanem az, hogy milyen lelkülettel kínálták ezt. És ez a mi életünkre nézve is igaz. Karácsonykor Isten kegyelméből gyülekezetünk számos adományt hozott a rászoruló családok, illetve a támogatandó családok számára. Hálásak vagyunk az Úrnak, megtelt a raktár, és volt lehetőségem személyesen elvinni néhány családhoz egy-egy ilyen csomagadományt. És higgyétek el, testvéreim, hogy nem azon a csomagon volt a hangsúly. Bár volt benne akár mobiltelefon is. Nem a csomagon volt a hangsúly, hanem a krisztusi lelkületen. Az, hogy le tudtunk ülni a konyhába, az asztal köré, és beszélgettünk. És áldottuk az Urat, az ő kegyelméért. És éreztük az Úr áldó jelenlétét. Mert az Úr meglátja a mi szükségünket. És erőt ad, és jelen van a mi életünkben. Nem a csoda számít. Ne ragadjunk le ott, hogy most Jézus miért csinálta vízből bort. Azért, hogy örüljenek. Örüljön a vőlegény és a mennyasszony. Hogy ne kudarccal kezdődjön a közös életük. Hogy érezzék, ahol az Úr van, ott áldás van. Ahol az Úr jelen van, ott nincs szükség. A mi szolgálatunknak is ez az egyik lényege, hogy a szolgálatunkkal éreztessük azt, hogy az Úr van jelen. És hogy az Úrnak, ahogyan az Úrnak szeme van meglátni a rászorulót, a nélkülözött, úgy mi is az Úr eszközeként végezzük ezeket a szolgálatokat. A szolgálatunk azonban nem csak Krisztusból merít, nem csak a krisztusi lelkület kell, hogy átjárja a szolgálatainkat, amikor végezzük, hanem egyúttal Krisztusra is kell mutatni. És olyan különös, hogy a kánai mennyegző csodatételében is Jézus, amikor borrá változtatja a vizet, tulajdonképpen az ő megváltó munkájára mutat. Jézusnak ez az első megjelenése nyilvánosság előtt. A tanítványok először szembesülnek azzal, hogy Jézus nem olyan rabbi, nem olyan tanító, mint akik korábban voltak. Ő valami más. Ő benne Isten szent lelke munkálkodik. Ő csodát képes tenni. Olyan, mint amikor az ember belép egy közösségbe, és előveszi a névjegyét, felmutatva, hogy ez vagyok én, ez a nevem, ez a foglalkozásom. Jézusnak ez a kánai mennyegző is egyfajta névjegy. Megmutatja, hogy ki ő, és hogy miért jött. És amikor szolgálatot végzünk, nekünk is Krisztusra kell mutatni, mert mi Krisztus névjegyei vagyunk ebben a világban.
Rajtunk kell látszódni Krisztus szeretetének, kegyelmének, és a cselekedetünkkel is az Úrra kell mutatni. Itt vagyunk a kánai mennyegzőn, 6 kőveder várja az érkezőket. Ez abban az időben ez egy megszokott dolog volt, hogy aki jön vendégségbe, jön valaki, az érkezik, az megmosakszik. Ezek a kővedrek a rituális tisztálkodásnak az eszközei voltak. Nem csak a higiéniai szempontból mosakodtak meg lemosva a kezükről, lábukról az útporát, hanem rituális módon is. Volt egy lelki aspektusa, ahogyan megmosakodtak, ahogyan lemosták magukról az útporát, úgy tisztították meg a lelküket is a bűnöktől, hogy a vendéglátójuk otthonában ne vigyenek be semmiféle tisztátalanságot, ne szennyezzék be annak az embernek a házát, aki szeretettel fogadja őket. Ez egy megszokott rend volt, egy rituális szertartás volt abban az időben. És ott van ez a 6 kőveder, és Jézus ezt a 6 kővedret, ebben a 6 kővederben lévő vizet borrá változtatja. Hogyan tud ez Krisztusra mutatni, ez a csodatétel? Ha elvonatkoztatunk attól, hogy itt most egy esküvő van, mit üzen számunkra a bor, testvéreink? Hát nagyon is jól tudjuk. Krisztus vérét hirdeti, a megváltásunkat. Amikor a rituális mosakodásra, tisztálkodásra kihelyezett víz borrá változik, megfogalmazódik benne egy csodálatos krisztológia, amely már az első század végén az idős János evangélista szívében már teljesen kiforrott és megfogalmazódott. Mégpedig az, hogy már nem rituális mosakodásra van szükségünk, hanem egyedül Krisztus vérére. Egyedül Krisztus vére által van megváltásunk. Krisztus vére által kaphatunk bűnbocsánatot az Atyától. Kaphatunk bebocsátást a mennyek országába. És ez az evangéliumi bizonyságtétel, ez a krisztológia, amely az első század végéből köszön vissza és fogalmazódik meg itt az evangélium elején, ebben világosan elénk tárja az újszövetség népe elé, hogy a bor az Jézus áldozatára mutat. Krisztus, mint egy névegyet mutat fel a kánai mennyegzőn. Ez vagyok én, aki a véremet adom a bűnösökért. És azok, akik olvassák a Szentírást, olvassák János evangéliumát, azok tisztán értik ezt az új szövetségében. És még egy dolog, az, hogy 6 kőveder van itt. Elég lett volna, ha egy kővederben lévő vizet változtak borrá, hiszen egy ilyen kőveder kb. 100 liter folyadékot tartott. 6 kővedret, színültig teli kővedret változtatott Jézus borrá. Ez 6 hektoliter bor. Az rengeteg mennyiség. Nincs szükség egy esküvőn ennyire. De megint csak az első század végén az evangéliumot író, szentíró krisztológiája, hit bizonysága fogalmazódik itt meg. Mert ahogyan Krisztus vére által van megváltásunk, úgy Krisztus vére által ez a megváltás, ez a kegyelem mérhetetlen mennyiségben árad ki erre a világra. Nem érdemeljük meg, de mégis megkapjuk. Bárki, aki szeretné, aki vágyik rá. Isten végtelen kegyelme mutatkozik meg ebben a bőségben. Mert amilyen kifogyhatatlannak tűnik ez a 6 kőveder bor, olyan kifogyhatatlan Isten kegyelme is. Ebből táplálkozunk még mi is. Ebből merítünk még mi is, testvéreink. Jézus megváltó küldetésének kezdetén bemutatkozik a tanítványainak. Nem a násznépnek, hiszen a násznép ebből mit sem sejtett, ebből az egész csodából. Olvassuk, hogy a násznép nem is tudta, hogy honnan jött ez a bor. Ez nem nekik szólt. Ez a tanítványokhoz szólt, ez a csodatétel. Hogy a tanítványok meglátták azt, hogy itt Jézusban elérkezett a Messiás. Hogy ők a Messiás szolgálatába lettek állítva. És innen indul el aztán közös útjuk, amely a Gecsemáné kerten, a Golgotán keresztül egészen a mennyig tart. Mi, amikor szolgálunk,
akkor nem csak Krisztusból kell, hogy merítsünk, a krisztusi lelkülettel kell meglátnunk emberek nyomorúságát, hiányát, hanem Krisztusra is kell mutatnunk a cselekedeteinkkel, a szavunkkal. Mi Jézus névjegyei vagyunk. És amikor Krisztusból merítve, Krisztusról teszünk bizonyságot, a legegyszerűbb, a legjelentéktelennek tűnő szolgálattal, és akkor nem csak mások hitben való megerősödését segítjük, hanem a saját hitünk megerősödését is. Legyen szó egy csoki osztásról, legyen szó egy hólapátolásról, legyen szó egy takarításról, egy házigazda szolgálatról, egy igéskártya írásról. Krisztus van jelen azokban a szolgálatokban, ahonnan Krisztusból merítenek, és amely Krisztusra mutat. Sohasem magunk dicsőségét keressük. Sohasem várjuk emberektől dicséretet, meg hátbaveregetés, meg köszönömet. Egyedül az Úrtól várjuk a köszönömet a szolgálatainkért. Mert az Úr az, aki megjutalmaz bennünket. És minden szolgálatunk hálából fakad, hiszen Krisztus már feláldozta magát értünk. Már helyünk van a mennyek országában. És ezért mi nem tartozhatunk másra, csak az életünkkel. Engedelmes, szolgáló életünkkel. A Zsoltáros azt írja a 100. Zsoltárban. Újjogjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Vigadozva járuljatok színe elé. 2019 első vasárnapján az Úr szolgálatra hív bennünket, mindenkit, a kicsiket is, gyermekeket is, meg a nagyobbakat is, a felnőtteket. Az Úr az új kinyújtott keze vagyunk, az Úr szava vagyunk, az Úr jelenlétét élhetik meg emberek rajtunk keresztül. Én azt kívánom, hogy a Szentlélek segítségével áldott eszközök lehessünk az Úr kezében, ebben az esztendőben is, és betölthessük küldetésünket, segíthessünk másoknak hitre jutni, hitben növekedni, megismerni. Kicsoda? Jézus Krisztus, aki vérével megváltott bennünket bűneinkben. A Szentlélek segítsen ebben mindnyájunkat. Amen. Gyertek testvéreim, most egy csendes percben egyéni imáinkat, hálaadásainkat fogalmazunk meg imádságban. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy hozzád tartozhatunk, hogy a te szolgálatodban állhatunk, hogy eszközeid lehetünk ebben a földi világban, és így te adsz értelmet az életünknek. Urunk, olyan sok minden tölti ki a mi szívünket, olyan sok mindentől várjuk azt, hogy értelmet adjon az életünknek, de azt látjuk, hogy minden olyan hiába való ebben a földi világban, amit ez a világ kínál, az mind olyan mulandó, értékét vesztő. De amit te kínálsz nekünk, Urunk, az örök. Köszönjük, hogy ebben az áldott küldetésben mi is eszközeid lehetünk. Hogy rajtunk keresztül szólsz, rajtunk keresztül munkálkodsz, rajtunk keresztül érezhető vagy. Légy Urunk bennünket mindig áldott eszközeiddé. Segíts, hogy sohasem a maga akarata szerint cselekedjünk, vagy a saját önző érdekünket tartjuk szem előtt, hanem mindig tudatosuljon bennünk az, hogy mi hozzád tartozunk. A mi életünk felett már te uralkodsz, te döntesz. Így kérünk áldást, Urunk, az előttünk álló esztendőre is. Segíts betölteni küldetésünket, amit nekünk rendeltél, egyen-egyenként, akár itt a gyülekezeti életben, akár otthonainkban, akár a munkahelyünkön, akár az utcán, bárhol. Segíts betölteni küldetésünket. Segíts belőled meríteni és rád mutatni szolgálatainkkal, tetteinkkel, szavainkkal, hogy meglássák az emberek, te vagy az út, az igazság és az élet. És így kérünk áldást a fiatalok életére is, gyülekezetünk fiatalja és gyermekei életére is, Urunk, ők is eszközei lehetnek, tudjuk jól, hiszen hányszor éltünk már meg azt, hogy rajtuk keresztül szóltál, vagy akár rajtuk keresztül egy érintéssel is éreztük a te szeretetedet.
Urunk, áld meg gyermekeinket, unokáinkat, fiataljainkat, és áld meg gyülekezeti közösségünket is, hogy egy élő hitű, neked tetsző közösség lehessünk, ahol te munkálkozol, te vagy jelen. Urunk, áldást kérünk magyar nemzetünkre is. Nagy bajban van magyar nemzetünk, hiszen a hitetlenség, az istentelenség oly sok ember életében uralkodik. Imádkozunk, Urunk, minden hitetlenért, Isten tagadóért, bocsáss meg az ő vétkeiket. És kérünk, Urunk, megújulást magyar nemzetünk életében, hitrejutásokat, hogy meglássuk, meglássa a nép, ez az áldott nép, meglássa azt, hogy rajtad kívül nincs más út. És ugyanígy imádkozunk egyházunk és nemzetünk vezetőjéért is. Segítsd őket is, Urunk, hogy ebben az esztendőben is elvégezzék azt a küldetést, azt a feladatot, amit rájuk bíztál. Vezesd őket, Urunk, és erősítsd meg, hogy ellen tudjanak állni a gonosznak, a kísértőnek, és hogy mindenben a te akaratod szerint cselekedjenek. Urunk, áld meg templom építésünket, adj hozzá erőt, bölcsességet, kitartást, imádságos lelket, és áld meg, Urunk, minden szolgálatunkat, amellyel a te neved dicsőségét hirdetjük. Kérünk, szent lelkeddel, maradj velünk, most is mindörökké. Ámen. De ti azért imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk részeként, Isten iránti hálánk kifejezések eszközeként hirdetem az adakozást az ige szavával. Gyűjtsetek fel ajánlást magatok között az Úrnak. Mindenki, akit arra indít a szíve, hozzon adományokat az Úrnak. Ámen. Foglaljuk el a helyet, testvéreim, és hallgassuk meg is a kérdéseket. Mindenek előtt megváltó Krisztusunk szeretetével köszöntöm, hogy azok nagyjait, akik az elmúlt hetekben valamilyen évfordulót ünnepeltek. Név szerint a születésnaposokat szeretném köszönteni, és így szeretném mindenek előtt az én kislányomat, Virágot köszönteni, akinek éppen ma 10-2 a születésnapja, Isten áldjon meg Virág születésnapod alkalmára. És ugyanígy köszönteném Gyár Perezné Földet Zsuzsannát, Sipos Sárát, Lukács Katalint, Nagy Évát, Miketz Andrást, Irsai Zoltán, Birgány Gézát és Tóth Gergelyt. Az Úr áldása legyen az ő életükön. Szomorú szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy halottunk van. Fáji Noémi testvérünk, szeretett testvérünket szólította magához mennyei atyánk. Hónapok óta nem láthattuk őt, mert el kellett költöznünk Csömörről, Budapestre költöztek, és most kaptam a hírt, hogy sajnos már nincs közöttünk. Temetésére január 14-én kerül sor a Főnix sírkertben 11 óra 30 perckor. Hirdetem a testvéreknek a templomunk belső eszközeinek beszerzésére hirdetett adománygyűjtésünket. Épül a gyülekezetünk otthona, Istennek háza, de a belső berendezések megvásárlása, elkészítése a mi feladatunk, gyülekezetünk összefogását igényli. Hirdetem a kávéteadománygyűjtést is január végéig a csömöri székhelyű egyenlő esélyekért alapítvány számára gyűjtjük a kávéte adományainkat. Hirdetem a szeretett vendégség szolgálatot is. Mai napra nem volt megbeszélve szeretett vendégség szolgálat, de szeretnénk folytatni ezt a szolgálatot, illetve nem volt megbeszélve, mégis Farkas Ferenc és Stefánia szeretett vendégség szolgálattal vártak bennünket, amit ezután is köszönjük neki. De szeretnénk hirdetni, hogy a továbbiakban is szeretnénk minden egyes alkalom után és teával, üdítővel, esetleg néhány falatkával szeretett vendégséget tartani az Isten tisztelet után, hogy ne siessünk annyira haza, maradjunk együtt, beszélgessünk. Lehet jelentkezni ezekre a szeretett vendégségekre, jövő heti alkalomra is már most lehet jelentkezni, aki vállalna ilyen szolgálatot Isten dicsőségére, azt kérem nekem szóljon. A következő hirdetésünk
Nincs több hirdetésünk? Ja, ki akarja feltetni? Igen. Akkor a szolgálat megáldása következik. Megnéztem az elmúlt évek alapján, elmondhatjuk, hogy most már 6. éven kezdjük minden évünket azzal, hogy az év első vasárnapján megálljuk a szolgálókat. Nagyon köszönöm azoknak, akik eljöttek, akik szolgáltak idáig is közöttünk, de úgy látom, hogy van annyi égés kártyám, hogy mindenkinek adjak útravalóul erre az évre egy ilyen áldó ígér, hogy mindannyian érezzük, hogy nem csak esetleg a mellettem ülő szolgáló, hanem én is az lehetek, lehet, hogy idáig én nem tettem semmit a gyülekezetben, nem tettem Isten akarata szerint semmilyen szolgálatot, de azzá válhatok. Engem is eszközként használhat az Úr, és szeretne is használni. Ezért most arra fogom kérni a testvéreket, hogy közösen, majd neki a helyén maradva, de felállva elénekeljük az áldó éneket, gondoljunk mellettünk, előttünk, mögöttünk, ülőre, állóra, más szolgálatvégzőkre, számukra énekeljük az áldó éneket, és aztán a kijáratnál, a kivonulásnál egy igés kártyát szeretnék majd adni a szolgálatra való emlékeztetőként. A Zsoltárok könyvének a mai ige részét hoztam igeként. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Legyen ez a vezér igénk ebben az esztendőben, újongva szolgáljunk az Úr előtt, és járuljunk az ő színe elé. Most akkor azt kérem a testvérek, hogy álljunk fel, énekeljük az áldó énekünket, a 134. Zsoltár 3. verszakát, ezzel kívánva áldást, gyülekezetre minden jelenlegi és leendő szolgálójának a szolgálatának. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekünket énekeljük a 488-as számú dicséret, mind a 4 verszakát. A 488-as számú dicséret valami verszakát énekeljük. A 488-as számú dicséret így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.